itt Balatonbogláron a strandon. Ez egy nagyon jó helyszín szerintem arra, hogy egy ingyenes rendezvényt megvalósítsunk. Idén 8. év egyébként összesen, mióta Babel Sound Fesztivál létezik. 20 országból hívtunk fellépőket, a nagy színpadon ők minden este koncerteznek, illetve hát a sátor színpadon és még további helyszíneken. Van országokból is érkeztek, mint Szenegál, Guinea, Chile, és hát persze közelebbi helyekről is, Ausztriából, Hollandiából. Túlsúlyban vannak a spanyol ajkúzenészek egyébként minden évben, valahogy a világzene így rendezte ezt a dolgot. És amellett, hogy koncertek vannak, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a nappali programokat hogy rendeztük el. Általában ilyenkor különböző kulturális sátrak vannak, ahol az adott ország kultúrával ismerkedhetnek meg, főleg interaktív programokon, ezért is benne van a nevében a fesztiválnak, hogy Babel Sound Interaktív Világzenei Fesztivál, mert azt gondoljuk, hogy az emberek bevonásával sokkal jobban felkeltjük az érdeklődést, sokkal jobban közelebb kerülnek egy adott kultúrához, mint ha csak egy előadást tartanánk. Most 5 ország van jelen itt a strandon, Törökország, Portugália, Indonézia, India és Olaszország, akiknek saját sátruk van, de reggeltől estig gyerekeknek, felnőtteknek szóló programok vannak, számos hangszeres dolog is van, tehát hangszeres workshopok, ahol az például a portugáloknak volt, talán láttál már ilyen mexikói filmen ilyen rövid gitárt, arról volt egy bemutató, egy előadás, és persze ki lehetett próbálni és zenélni rajta, tehát kifejezetten az ide érkező zenészeknek is kedveskedő programokkal. A családosokat is várjátok, ugyanúgy a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt vannak, akár a mese, az interaktív kézműves, fontos volt az, hogy a minden korosztályt megszólítsatok? Igen, tavaly derült ki, az egyik fellépőknek volt gyermekprogram, és beírtuk délőtt 11-re minden nap, és akkora siker volt, hogy észrevettük, hogy gyerekprogramból gyakorlatilag számtalan elférne, úgyhogy már az egyes kultúrintézetekkel is úgy beszéljük meg a programokat, hogy mindenképpen a sátrukban fordítsanak arra figyelmet, hogy gyerekeknek szóló programok legyenek, és ez meg is valósult idén, például papírmasé bábú készítés, hogy csak egyet említsek. De az indonézeknél is, hogy nem csak a zenei előadásba is bevonták a játékosságot, zenei kifestőt vagy színezőt adnak a gyerekeknek. Mi a cél? Hát a cél az elsősorban, hogy ezeknek a távoli kultúráknak a folklórját megismertessük a közönséggel. Egy szörnyűséges, rettenetes, borzalmas sárkány! Mai napon egy moldvai óriás bábos mesejáték volt a világszárnya, az égitest szabadító. Hallós Zoltánra is emlékeztünk ezzel a mesével, mert ő gyűjtötte ezt a nagyon varázslatos moldvai mesét. Aztán egy roma mesével kezdtünk, ahol Baló Buszti végig énekelt lovári nyelvű énekekkel, szavakkal kísértük az egész előadást, néhány szót meg is tanítottunk a gyerekeknek. Volt egy népek dalai koncertünk is, bábos táncaj. Holnap egy indiai mesénk lesz, pénteken egy török mesénk, vasárnap meg számomra is meglepetés lesz a mese, ugyanis a fesztiválon rengeteg csodás külföldi muzsikus van, és már szövögetjük a szálakat, hogy ő általuk hozott tőlük eltanult mesét szeretnék mondani az ő kíséretükkel. Úgyhogy ez nekem is még meglepetés, és nagyon varázslatos szokott lenni ez az együttműködés. Néprajzos vagyok, úgyhogy így az előadó művészet, meg ez a néprajzos érdeklődés talál itt teret a mesékben. Sőt, hát azt gondolom, hogy a hagyományos kultúrákban annak idején ezek a mesék, ezek dramatikus, muzsikás mitoszok voltak, melyek a világrendjéről szóltak, és nagyon sok mély tanítás van ezekben a történetekben. Napközben családi programokat kínálunk, a magyar népzene alapjait, azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem. Játékok, színezők, kirakók, felismerős és gondolkodtatós játékok révén
rámutatunk, hogy a népzenében milyen élővilág van, milyen összefüggései vannak a különböző tudományterületekkel, tehát hogy valójában a népzene nem egy halott dolog, mert teljesen átszövi a mindennapi életünket, és erre lehet rálátni. Emellett külön foglalkozásokat tartunk, ami népzenei alapú improvizációs kísérletek, játékok, és egy hozott hanganyag, amivel nem mindig vagyok itt, hozott hanganyagot lehet kísérni a jelenlévő hangszerekkel. És éjszakánként, illetve nappal egy megadott időságban pedig együtt rögtönzünk a vendégművészekkel, a vendégegyüttesek tagjaival, ami nagyon szép, mert rá lehet világítani, hogy milyen szép együttműködéseket lehet létrehozni a magyar népzene révén. Mintának hoztam el, hogy ne csak így zacskóba lássák, hogy például egy útifiú, hogy néz ki, hogyha leszedi az ember a levelét, és milyen megszállítva, és utána pedig milyen tea készül belőle tulajdonképpen így, amit a gyógynövényboltokban lehet kapni, és meg lehet kóstolni az ízüket, hogy melyik milyen, és lehet róla olvasgatni, hogy melyiknek milyen hatása van, hogy például az útifiú mondjuk a légúti betegségekben mire tud segíteni, tehát ilyen fertőtlenítő hatású, és nagyon jó a toroknak. Sokan küzdünk gyomor problémákkal, nekik mit ajánlanál? Hát általában a gyomor problémáknál nyálkaanyagokat, gyulladást csökkentő hatású anyagokat használ, például a kamillavirág. A kamillavirággal lehet egy ilyen forgókúrát is csinálni, tulajdonképpen kamillateát kell iszogatni, és közben forogni kell, hogy mindenhol érje a gyomor nyálka hátját, a hatóanyag. Az például egy nagyon hatásos gyógynövény.